Köszöntelek mindannyiatokat a sajtótájékoztatóra, a Final 24-ben a mérkőzését követően. Tudják Ágneshez fordulok először. A történelmi tetre készültetek, hogy érmesek legyetek. Milyen mérkőzésen vagytok túl, hogyan érzed, hogy mi hiányzott az, hogy végül megvegyen a bronz? Sok volt a technikai hibánk, ez mindenképpen meg... Mi azt érzem, hogy tényleg szívünk, lelkünk ott volt a pályán, hajtottunk, és ennek ellenére nem sikerült, hogy egy mérhetetlenül csalódott vagyok. Köszönöm szépen, nyúzzak tovább, mert aztán lehet könnyű. A győztesének Arnál Unika viszont szerintem nagyon elégedett, főleg mert 14-10-es hátrányban voltatok, és onnan sikerült visszajönnetek. Mi játszott le akkor a fejetekben, mert azért nagyon nagyon szólt. Hát harcolunk, küzdünk a végsőkig. Ez is, hogy menni előre, mert nagyon-nagyon meg akartuk mi is nyerni ezt a mérkőzést, és szerencsére nekünk sikerült most. Mivel voltatok jobbak azok kívül, hogy egy góllal? Hát egy góllal, igen. Igen, meg talán egy technikai hibával, vagy kettővel. Kevesebb volt nálunk talán, de nálunk is. Hát ez a meccs egy ilyen eszement versenyfutás volt. Egy bronz mérkőzésen milyen pályára jöttél? Jó. Mivel második alapszakasz meccs? Azért ez már a csúcs. Szóval úgy a csúcs, hogy az alapmeccsnek, a alapszakasznak a csúcsa, és akkor amíg oda tesszük magunkat, ugyanúgy. Nektek sikerült, az alsó mindenkinek viszont nem. Edzői szemben milyen volt ez a találkozó? Hát igazság szerint az hozzátartozik, hogy nem tudtunk teljes csapattal felállni, tehát az irányítónk hiányzott, és úgy érzem, hogy így nem is nagyon játszottunk az évben, úgyhogy ez rányomta a bélyegét. Nagyon sok kiadott zicserünk volt, tehát a lehetőségünk megvolt. A döntőben nem jutottunk be egy idegenbeli lőtt góllal, most egyel kaptunk. Nem tudom, hogy szerencség nem volt, vagy más sem akarja, hogy előrébb lépjünk. Ez most így alakult. Én mérhetetlenül csalódott vagyok egyébként, mert az egész szezonban úgy gondolom, hogy boldogan mentünk bele a végébe, mert nem gondoltuk, hogy a négybe jutunk, és utána az elődöntőt sem érzem úgy, hogy csak mi tehettünk róla, hogy nem sikerült, és ebben most sem vagyok biztos. Azért vissza kéne nézni azt a példát, azt az egy gólt, ami kapufa volt, én úgy gondolom, és azért ilyenkor egy gól is számít. Mennyit önök lehet tenni, amikor már örömként tekintetek vissza, és nem csalódott? Hát nekem több nap, úgyhogy remélem a játékosok gyorsabban túl lesznek rajta. Mi minden meccshez úgy állunk hozzá, győzni akarunk, ami még meglepő, hogy általában a hátrányból szoktunk fordítani, tehát ez most engem is meglep, hogy pont a végén nem tudtunk hozzátenni, de hát mondjuk aztán meg is fáradtunk így, hogy igazán nem volt középen annyi csere lehetőségem, ami máskor van. Köszönöm szépen. Szívesen. Győztes mester, 14-10-es hátránynál hogyan próbál belemenni a mérkőzésbe? Az igazság az, hogy igazán a lányokat próbáltam arra buzdítani, hogy ne ezt a csapkodó játékot játszok, hanem próbáljuk meg azt játszani, amit tudunk, de még ez sem ment. Tehát igenis mindenki föl volt pörögve, és kicsit szerintem mindenki túl izgult ezt a mérkőzést. De úgy érzem, hogy az ellenfél csapata is ugyanezt tette. Muszáj voltam belenyúlni a csapatba, tehát olyan emberek játszottak nem a saját posztjukon, akik muszáj volt cserélnem poszton. És igazán most nem ült olyan minőségi cserejátékosom a padon, akinek ott kellett volna lenni. Hiányzik két ember, aki alapember a csapatból, de nagyon büszke vagyok a lányokra, és igenis megcsinálták azt, amit szerettünk volna, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen jól sikerült ez a szezon, ahhoz képest, hogy ugye ebben a szezonban álltunk össze, ugye, és egész jó kis csapat kovácsolódott össze, hála Istennek. Két ember műszakra a végjátékban is kérhetett volna, amikor Kovácsnyék érkes kiállított a 32 perc után. Próbáltam a lányokat buzdítani arra, hogy minél többet lábbal, tehát védekezésben. Nagyon fontos volt az, hogy abban a helyzetben, amikor kettős ember hátrányban voltunk, ott nem kaptunk gólt. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos volt, és ez egy fordulópont volt. Ezt kértem tőlük, és onnan kezdve pedig arra utasítottam őket, hogy igenis, tehát minél tovább tartani a labdát, passzívig eljátszani, és kicsit megviccelt bennünk az ellenfélnek, kijöttek emberfogásra, de hála Istennek jól reagáltuk le, és sikerült egy góllal megnyerni ezt a mérkőzést. Köszönöm szépen, gratulálok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó, és én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy köszönjük a megyei szövetségnek, hogy egy ilyen nívós rendezvényt összehozott. Köszönjük szépen.